Alaposan belehúzott az elmúlt egy hétben a Videoton FC az átigazolási szezonban. Három spanyol játékossal erősítette meg keretét a bajnoki címvédő. Paulo Sousa, a Vidi vezetőedzője, az olaszországi edzőtáborban szerződtette a három hispániai labdarúgot. Hector Sánchez és Álvaro Bracki a védelem, a harmadik spanyol Walter Fernández Bafulo pedig a középpályásról erőssége lehet majd a BL selejtezőkön, illetve a hazai pontvadászatban. További érkezőkről is hallani a Videoton FC kapcsán. Az Újpest FC hivatalosan is megerősítette, hogy megegyezett a Videotonnal Nikola Mitrović átigazolása ügyében. Mitrović a legutóbbi szezonban robbant be a magyar élvonalba a lilafehérek tagjaként, elsősorban neki volt köszönhető az újpestiek eredményessége, több gólpasszal igazolta tehetségét. Az 1987-ben született labdarúgónak most már csak a Videotonnal kell megegyeznie, amennyiben létrejön az egyesség, már is csatlakozhat Paulo Sousa együtteséhez. Egy világsztárt is kapcsolatba hoztak az elmúlt napokban a Videoton FC-vel, több olaszországi portál is kiemelten foglalkozott azzal a lehetőséggel, mely szerint Hernán Crespo igazolhat majd Székesfehérvárra. Crespo jelen pillanatban a Parma labdarúgója, a legutóbbi idényben 11 gólig jutott az olasz bajnokságban. Információink szerint kivásárlási ára 1 millió euró, egyelőre sem a játékos, sem a klub nem erősítette meg a tárgyalások tényét. Távozók is lehetnek még a Videoton FC-től. Információink szerint Présinger Ádám a Pápával készül. Könnyen előfordulhat, hogy az U20-as világbajnoki bronzérmes játékos, tehát a Lombardnál folytatja pályafutását.